Na, folytassuk ezt a szutyok szart. Sziasztok, srácok! Igen, tudom, kurva jó játék meg minden, de már annyira tele van vele a hócipőm néha, hogy azt elmondani nem tudom, mert az előző két részben annyi mennyiségű bladekót buktam, hogy konkrétan 5 vagy 6 szintet tudtam volna belőle lépni. Csak hát ide még menjünk el, ó, ezt még megnézem, hogy mi van itt. Ó, lehet, hogy vissza kéne menni szintet lépni. Á, de úgyse fogok meghalni. Játék, fogd meg a söröm, és megöltek. Nem egyszer, nem kétszer, rengetegszer. És volt az a terület, ahol egy ilyen várfalon, vagy hídon, vagy én nem tudom, min kellett átmenni, és ott le is engedtem valami nagy pacát, és meghalt. Most oda kell visszamenni, mert utána néztem egy picit a játéknak, és ott lesz egy baszótárgy. Valamint a malackák felé, igen, csak a játéknak a vége fele van, tehát olyan ending boss-szerű van arra. És nem szeretnék még az ending bosshoz bemenni. Még a DLC előtt. Tehát nem, előbb a DLC-t szeretném megcsinálni. Szóval valahol erre van egy ajtó, amit én korábban kinyitottam. Ez. Igen. Szóval, itt volt egy rakat loot. Remélem, hogy enemy az nincs. Nincs, jó. És ide kijöttem, és itt mondtam is, hogy én ide le nem ugrok. Dehogy nem. Ott van egy loot. Persze fél HP-zzel nyugodtan, semmi baj nincsen. Blood Rock. És talán ez az egyetlen egy belőle a játékban. Nincs is belőle több. Hello. Ide figyelj. Tessék. Megdöglen. Jó, jó. Na most hova jöttem? Ja, ezt tudom, hogy hol van. Ez az egész területnek a leges legeleje. Oké, erre van egy lámpás, biztos, hogy van. Elmegyünk. Ne sírjál, hülye vagy. Kell, hogy legyen itt egy lámpás. Ja, itt voltak a pókok, igen. Itt lesz lámpás, ha jól emlékszem. Hello, pók. Jó, hát akkor gyertek. Dodge. HP. Anyád! Amikor először voltam itt, nem voltatok ennyien. Honnan jöttetek? Ne ilyet adjál már, hanem vajat. Jó, az a nagy pók az meghal. Jó. Kis stamina. Tüntes már onnan, nem kell azt nekem. Jó, nem tudom mennyi. 3700, igen, mert raktunk be egy olyan gemet, amitől többek kód kapunk. Ja nem, a lámpás az kurvára nem itt van. Hoppá, ezt benéztem. Na jól van. Akkor ezt felvesszük. Várjál, hát van nekem olyanom, hogy Hunter's Mark, felárazol mindent, nem. 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 Van nekem valahol elvileg egy olyan dolgom. Blood Gemet, jó, majd megnézzük. Szóval vannak nekem olyanok, elvileg. Ezt nyomd el, 10 000, nagyon jó. Tehát nem tudok úgy visszamenni, hogy 16 000, nagyon jó. Hogy ne veszítsek ekót, nincsen olyan tárgyam. Nem. Pedig kéne, hogy legyen. Nem. Mm-mm. Ez van csak. De ezzel meg feláldozom az összes ekót, ami nálam van.
Na mindegy, szóval. Most, hogy elpattintottam a bladakókat, el fogom bukni őket. Biztosan, szinte biztos vagyok benne, hogy el fogom bukni. És mivel nagyon-nagyon-nagyon így a játék vége felé vagyunk, és nem akarom magam elvágni a DLC-től, ezért... Várjál csak, ott volt egy láda, igen. Jó. Próbálom emlékezni a területre, hogy merre vagyok arccal. Igen, itt volna egy lift. Várjál, itt. Itt volt egy lift, ami levitt a lámpáshoz. Igen, csak hol van a kar hozzá itt? Jó, oké, meg vagyunk. Menni fog. Alkes. Jó. És ezzel most így visszamegyünk. Nagyon jó. Itt van egy lámpa. Igen. És visszamegyünk a Hunter's Dreambe. Felfejlesztjük a fegyverünket. És megnézzük, hogy van-e olyan, amit el tudok adni. Mondjuk ez a önfeláldozós téma, ez nekem nem kell. És elmegyünk, megnézzük a DLC-t. Szóval Ludwig. Plusz 9-es. És most már maxos lett a Ludwig. Weapon Master. Trophy. Oké. Okay. Na nézzük a gemeket. Ez így 5-ös. 3-55. Nem. Állj! Ez igencsak növeli az atakunkat. Á! Ne hülyülj! Milyen? Ácsi! Hát ezek mi? Hát itt vannak ilyen nagyon baszó cuccok. Az emeli, azt mondja, a fizikai atak, igen. Ez biztos, hogy kell. És akkor add ide. Még nekem. 391. 400. Ó. Nagyon jó. Ez így adni fogja, srácok. Na nézzük. Wow! Figyelj, és akkor még itt 438-ra fel tudjuk vinni. Ezt ide berakjuk. Igen, ez ugyanaz a kettő. 438. 508. Ho-ho! 519. 519. Na! Plusz 10, meg valami embertelen brutális sebzésünk lesz. Na nézzük, hogy ez nem érdekel. Jó. Oké, na nézzük. Szóval. Elég nagyot kell, hogy sebezzünk. És valami 40-valahány ezer egy szint, úgyhogy ami olyan, azt eladjuk. Na, szóval. Az a Hunters valami. Azt nem tudom eladni. Igazából ennek már sok hasznát nem veszem. Meg ennek sem. Meg igazából ennek sem. Mert már fegyvert nem tudunk fejleszteni, mert már maxosak vagyunk, másik fegyvert meg nem akarok. Viszont akkor már adjunk el még valamit, hogy a két szintet meg tudjam lépni. Nem. Nem, egy szintet lépünk és eszünk Bloodwire-t. Na nézzük, azt mondja, hogy rámegyek a strength-re. 722, 722. Jó, ha MP-re megyünk rá. Jó, rámegyünk a strength-re. És akkor a maradékból megveszünk Wire-t. Jó. Mind a 38-at, kösz.
Oké, és ahova most menni fogunk, az Jézus mennyi hely van itt? Katedrál volt, mert azt hiszem innen lehet a DLC-be belépni. Ha jók a információim. És ott meg fogunk baszódni. Viszont eléggé táposak vagyunk, kard meg minden ügyileg. És olvastam, hogy a DLC-hez az ajánlott szint, így sima játékban, az a 65-ös. Na most mi már igencsak 80 felett vagyunk. Úgyhogy remélem, hogy nem fogja megizzasztani Pityunak a valagát. Na. Szóval itt kijövünk. És eljövünk ide. Mert itt van egy test. És hogyha itt vagyunk, itt ez el fog kapni minket. És elvileg nem fogunk meghalni, de bevisz a DLC-be. Így van. Megyünk a DLC-be. Ez, ha minden igaz, Amelia után elérhető. Ezzel egyetlen egy baj van, hogyha Ameliát megölöd, az körülbelül a 20-25-ös szint környékén van. És a DLC-hez meg ugye kell a 65. Fasza. Jó, most nyilván aki a sokadik New Game Plus-ba van, azzal más a helyzet, de most aki most játszik a játékkal először, az megint más kategória. Na, lényeg a lényeg, adjál nekem egy lámpát. Rögtön itt a terület elején. És akkor már majdnem boldog ember leszek. Kösz, itt is van, csak érdem kell. Csettintsd be, nagyon jó. Igen, baszót fogunk sebezni most a karddal, viszont... itt van egy ajtó. Persze, hogy a másik oldalról. Viszont picit törékenyebb lett. Ami nem baj, mert eddig sem nagyon tapasztaltam a játékban, hogy annyira nagyon törnének a fegyverek. Ez nem tudom, hogy itt mi ez. Nem tudok rá felsétálni, oké. Jó, hogy szétnéztünk. Köszi. Na, jól van. Miért érzem azt, hogy meg fogom bánni ezt a DLC-t? Szinte biztos vagyok benne. Ó, itt az első kuncsaftunk. Aha. Csak mondom, hogy ez az első mob. Kösz a Bloodwire-t. Ez az első mob volt. Fasza! Kezdek aggódni. World Hunter Cup. Hát, halad, és innen most merre megyünk tovább? Mert ezt nem nyitom ki. Ezt megint nem nyitom ki. Kapcsolót nem látok. Ezt se nyitom ki. Ott vannak varjak. Itt megint nem megyünk be, ott nem esünk le. Visszább volna valami. Ez nem. Ez se. Ott fent van loot. Twin. Most adtam el az összeset mondván, hogy már úgyse kell. Jó, szóval akkor erre kell jönni, nem is arra. Gondolom az a kapu majd shortcut lesz. Oda majd leugrunk az ilyen lootért. Azt meg kell nézni, hogy mi. Ha! Már de elvileg, hogyha szerencsém van, akkor... vissza tudok jönni. Na, haha! Hülye vagy! Hát ez az hülye. Na gyere ide, te szarkupac. Még az a szerencse, hogy annyira feltápoltuk a kardot, hogy három ütésbe belehal ez a szar. Mondom, engem nem érdekel, hogyha törékenyebb a kard, akkor üsse kő, majd javítgatom. Erre igen. Jó, megyünk tovább.
Nem. Bloodvaja. Ott már láttam a szemem sarkába, hogy ott vannak sokan. Igen. Ezek nem kelnek fel, ugye? Nem. Hello, kutya! Anyád! Te dodge-mes, le ne lökjél! Le ne lökjél! Az, hogy te leesse, az a te magán problémát. Itt van a kapunak a túloldala. Ki tudnám nyitni? Ajaj, most megmutattam neki, hogy hol kell feljönni. Oly de jó! Hagyjál már békén, hello. Még. Rip. Bloodvaja. Ammo. Ő az anyját. Ez honnan lőtt? Te eze. Rip. Persze akkor ne adjál semmit, nem kell. Nincs nekem arra szükségem, hogy adjál bármit is. Oké, legalább ezen a területen dobálják a bloodvajot. Annak azért örülök. Na várjál, mert erre voltam az előbb, és ugye itt mondtam, hogy ki tudom nyitni azt a nagy kaput. Ki is nyitom. Ha nem öllek meg a csirkét. Jó. Ezt nyisd ki szépen. Nagyon jó. Azt mondja, hogy itt nem marad a lépcső. Ó, figyeld már. Oké. Bloodvaja. Jövök máskor is, ne hülyj. Igen, és akkor most itt vagyunk. Ez majd egy shortcut lesz, viszont nyilván arra... Ah, már ott a golyót már várják, hogy mikor tudják legurítani. Hát, arra számítani fogok. Viszont elnézek ide, mert ezt a területet úgy, ahogy van, kihagytuk. Szépen körbe, szélen. Oh, hello! Nice, kösz! Jó, akkor ne. Rip. Ne védekezzetek, vagy mi? Szemetekbe süt a nap? Hülyék vagytok? Ez nem nyílik, jó. De én legalább megnéztem. De hogy minek? Itt is van valami tárgy. Jó. Ott is lesz valami tárgy, mindjárt megnézzük. Vigyáznak rá hárman. Ketten. Nem vigyáz rá senki. Bloodvaja. Komoly. Érdekes. Oké. Tehát ott. Hogy hagytam ott?
Ó, és három darab. Ne hülyülj. Oda kéne valahogy. Kell nekem az a loot. Meg ott fent is van. Ezeket mind-mind valahogy fel kéne, hogy szedjem meg. Az is kell ott bal oldalt. Ó, bakter. Hogy megyek értük? Nyilván valahonnan innen. Mindjárt megnézem. Mert hogyha eljövök ide, igen. Ez itt van. Most adtam el. Jó, meg kell ez is. De azt még mindig nem tudom, hogy hogy szedem fel. Itt, balra. Lehet, hogy át kéne menni ezen a kapun. Mint egy hídon. Mindjárt megnézzük. Lehet, hogy az lesz. Azt mondja, hogy igen. Nem. Mert ezen nem tudunk itt átmenni. Na várjál csak. Igen. Szerintem majd, hogyha ott bemegyek, ott arra körbe fogunk menni. Mindjárt megnézzük. Tarolt. Hogy dobálják a Blood Whale-t? Lehet nem véletlenül. Ó, és itt a Kabi is. Csak. Itt leesek. Ide jutok vissza. Nem ide akartam jönni. Az még feljebb van. Jaj, nekem itt harangoznak! Már valaki nyitja az ajtót. Na már. Az ilyet nem szeressük. Na várj, ott valakit kiengedtek, aki támadja a többieket. Jó. Remélem, mi haverok leszünk. Nem úgy néz ki. De az, hogy dodge-olok, nem számít, ugye? Csak fentről, ezen a faszjankon keresztül. Ja, megölte azt, aki megölt. Szevasz. Vagy valami olyasmi. Lényeg az, hogy meghalt, akinél az ekón volt. Jó, mehetünk, remélem. Inkább. Inkább erre jövök. És szétnézek. Hoppáré. A Jóska gyereknek üzéje van, minigunja. Több is. Jó. Hm.
Na. Azért téged sem hagylak itt egyben. Ne hagyd már. A végén megszivatsz. Szóval mi van-e? Jaj, te meg itt vagy-e? Hogy el volt bújva? Hogy nem vettem észre? Áll és néz, hogy én itt vagyok. Hogy meg akart lepni a kis zsivány? Na gyertek. Anyád ilyen ketyegős bombát dobál. Na mi van? Jó, hogy ez már nem halt bele áramba. Ajjaj, az baj. Ez a baj, hogy... Ott volt a bomba, nem? Nem. Hú. Haj meg, kösz. Jó, eddig jók vagyunk. Ez is jó. Ez mi ez? Twin. Ez is eladni lesz jó csak. Semmi másra. Ó. Oh. Hát szóljál, te is dobtál. Vagy molotovot dobálnak? Tudjatok. Bazd meg. Hallottam, hogy jön, csak azt nem láttam, hogy merről. Most, hogyha ide leugrok... Jézusom, hova fogok akkor érkezni? Én nem tudom, hogy vagytok vele... Opa! De ez csapda volt, egy. Kettő, ez nem olyan, mint a játéknak az eleje. Ez full úgy néz ki. Itt az ajtó, itt a másik ajtó. Ez full olyan, mint a játék eleje. És itt is tudok megint, menni megint 66 felé. Hát te mit csinálsz? Várjál, már ez tápos. Ez nagyon tápos. Hajj már meg! Üssé már! El már kemény volt. Szerintem ez biztos se fog jönni többi. Ezt egyszer kell csak. És ezért jöttem ide. Mert itt Zsák utca van. Hogy megölöm meg ezt a tárgyat, hogy felveszem tőle. Na bazzeg. Nem baj, legalább meghalt. Jó. Oké, azt mondja, hogy erre. Semmi. Meg tudom nézni a fegyvernek egyébként, hogy hogy áll az állapota. Ott volt. 157. Tehát erről ennyit. Tehát... Nem nagyon akar törni. Jó. Oké, tudom, hogy itt ez idehoz. Akkor itt fent ki tudok mászni az ablakon, és fel tudom venni ezt a cuccot. Nagyon jó. Egy szépen lecsúsztunk, nagyon örülök neki. És tocsogunk a vérben.
Jó. Ez itt biztos, hogy észre fog venni. Szép volt, Pisti. Ej. Ez mi a... Megmérgezett. Az kellemetlen. Akkor ide kell antidótot hozni. Kösz. Ez az egy, ez mind nálam volt? Legalább a vér nem mérgez. Baszki. Megint tök jó, hogy tudok menni két felé. Szevasz. Azért az kemény, hogy ilyen 1300-at sebzek rá a sima attack-kal. Elég érzékeny. Vagy ennyire gyengék, vagy én nem tudom. Ott fut! Gyere csak vissza! Add ide. Chunk. Eladni jó lesz. Oh, minigunos izé, hunter! Lehet, hogy inkább a másik irányba kellene mennem. Mondjuk ha megölöm, akkor az úgysem fog újra spawnolni. És megállt ott, hallod? Az a baj, hogy annyira sötét van, és annyira nem látom, hogy mi történik itt bent, úgyhogy én inkább itt kijövök. És megpróbálom kicsalni. Csak az a helyzet, hogy ő nem fog kijönni. Nem hát. Hé! Hey! De... Hallod? De a kurva anyádat, hát dodzsolok! Jó, legalább már most láttam, hogy odarakta az Echo-t a földre, nem nála van. Hello. Most már kíváncsi vagyok, hogy mi van itt. Miben elveszem tőle ezért? Remélem utánam jön. Ezt elveszem tőle, és fel fog kelni. Ez nem akar megtámadni? Nem panaszkodom, csak kíváncsi vagyok. Hello! Haver! Kelj már fel! Na aludj! Hello! Oké. Én nem megpróbál. Thank you.
Így nem vagy olyan kemény, mi? Hülye. Akkor nem erre kell jönnöm, akkor tényleg erre kell jönnöm. Csí, az anyját. Most komoly egy hunter felé kell jönnöm? Egy baszó hunter felé? Na már. Mondjuk a következő lámpáig jó volna elmenni. Hát te hülye vagy, bazd meg. Játék? Okay. Az a baj, hogy itt nem tudok átgurulni. És nézzek, itt áll és néz. Csak ez is ilyen rohadt csapda. És gondolom akkor lőnek ezek, hogyha valaki áll a gombban. Azért nem mozdul az meg. Bazd meg. Rip. Ez is van kort. Kösz a bloodvajat, menjünk tovább. Ide be. Szóval itt is voltak egy jó páran, ha emlékeim nem csalnak. Így van. Hello. 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 Normális vagy? Azt hogy éltett túl? Jó. Gyere csak ide. Oké. Anyád valagát! Mindenhol minden van. Hé! Hey. Ott van fent egy rohadt vadász. És antidódom sincsen már. Kettő is. Jó. Béter. Meghalnak. Bazd meg! Ambush. Ezek nem hunterek, csak azok szeretnének lenni. Hé! Hé 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 hé! Hallod, és direkt nem jönnek el erre. Hé, itt van loot. Ez itt nagyon genyú. Na. Szóval. Meghaltak. Mind. Hé. Hey. Kösz a bloodvajot. Ha már annyit elbasztam. Tudod, mint dobálják. Okay.
Nincsen semmi para. Jó, meghaltak. Itt volt egy loot a lépcső mellett, ezt felveszünk gyorsan. Blood Vial 3 darab üre. Jó, túléltük. Alakul, alakul a dolog. Na várj, itt is vannak 1, 2, 3, 4. Jó, itt bent mi van? Mik ezek a helyek amúgy? Csákutya. Annyi felé el lehet menni, hogy az valami iszonyat. Ott egy madár. Itt meg van egy ajtó, ami nyilván zárva lesz, vagy semmit sem lehet vele csinálni. Fejezd már be! Pattogsz itt nekem. Aha. Még mindig nem vagyok kibékülve ezzel a ugrás gombbal. Miért a körre kellett rakni? Itt van egy létre. Ti itt mit csináltak? Szenvedtek, én is. Ott van fent egy cucc. Ezt nem tudom itt kinyitni legalább erről az oldalról, nem? Hát akkor lámpa, hogy mi létre. Hú, te! Jó véres vagy, már nem azért a két fillérért. Hé, ez mit csinál? Akkor minek rakják ide, nem ér semmit? Itt van egy létre. Azt gondolom ilyen... Ja, azt hittem le lehet rúgni. Ajaj. Az ott baj. A nagyon nagy baj! Anyád valagát! Hát a mögé tudnék menni. Hé! Hey! Miért nem adta be? Miért nem adta be? Jó, hello. Nem adta be azért a seggezőst. Jó vagy, madár? Menj már onnan! Hülye! Weapon at risk. Az jó. Na, most már viszont kiírja a játék, hogy... El fog törni. Kérdés, van-e olyanom, ami a fegyvereket megjavítja? Ezek nem tudom, hogy mit csinálnak, de zavar.
Aha! Már tudod, mikor. Szóval nincsen olyan, ami... Jaj, nem, nincsen! Aj, ezt mondtátok is! Hogy a fegyvert azt nem lehet javítani ám mindenhol. Jó, akkor van ez a... Vissza tudok menni, ez. Visszamegyünk, megjavítjuk a fegyvert, meg... Mit tudom én. Igen, tehát baszót sebzünk, viszont törékeny nagyon. Hát ezzel számoltunk is ugye, amikor beleraktuk ezeket a gemeket. Jó lesz ez a DLC, jó szopás. Hát ott az meg boss. És mi ez a, azért, hogy nincsen lámpás a környéken? Tehát ezt egy picit nehezen hiszem el. Ezeré. Hát ez fasza. Vagy vegyem ki belőle. De hát 5-22-t sebez. Nem szívesen venném ki belőle. Pedig ott van, hogy... Ami gem most benne van... Ez... Hogy 54%-kal csökkenti a... Jó, ezt belerakjuk. 12... Muszáj leszek valamit kivenni belőle. Nem, visszarakom a francokat. Majd ide látogatunk sűrűbben. Jó, na nézzük. Van-e echo, amit el tudunk nyomni? Hogyne volna. Hülye vagy? Persze, hogy lesz. Hát ez édes kevés. Úgyhogy adunk el pár dolgot. Silver bullet, anyád. Ötven ezer csak elég egy szintre. What is it? Very well, let me. Elég hát. Farewell, good hunter. Mert mi van akkor, ha itt van bent lámpa? Kurvára nem fogom látni, hogy a hunter mit csinál, de oké. Okay. Össze a csánkot. Te mi a faszom vagy? Oké. Hagyjál már békén. Jézus úristen, hova jöttem be már megint? Ó. Oké. Nagyon jó. Csak mondom, hogy itt van a hátam mögött a Hunter. Megkerült. Jó. Akkor itt igazából semmi érdemleges. Csak az a Hunter, aki úgysem fog kijönni. Viszont a... Az igen. Te nem félsz a fénytől?
szintén. Jó, lehet, hogy nem a legjobb ötlet ilyen szűk helyen harcolni vele. Sőt, biztos, hogy nem a legjobb ötlet. De meghalt. Blood Game Master. Kösz. Ez annyira irritáló, hogy... De nem is látom, hogy itt vagy! Meg arra ugorjál már, amerre én nyomom a gombot! Meg vedd le a targetet róla. Persze, nyugodtan. Akkor is megölöm. Nem baj, hogy nem ezt akartam, hanem ezt. Dodzsolok, bazd meg! Miért van ennyire kurva sötét ott bent? Miért? Csak kérdem, mert kibaszottul nem látok szart se, hogy mit csinál az a szar. Persze, joggal jönnek a kérdések, hogy Pisti, bazd meg, van ilyened. Igen, csak így meg lófaszt nem fogok sebezni rá, csak mondom. De persze, menjünk be. Megcsináljuk úgy. Nem. Egyáltalán nem érzem azt, hogy haladok. Ez is lesz a videónak a címe. Nem haladok előre. Azt akkor még azt mondják nekem, figyelj, hogy ne hagyjam a játék végére a DLC-t, mert túl könnyű lesz. Ezen mi a faszom a könnyű? Egyáltalán nem az. Most is nem is futok és ugrik. Miért nem tudsz gurulni? Miért ugrasz, mikor gurulnod kellene? Menj már, hát beakadsz ilyen szarokba. Bemennék. Menj már innen. Kösz. Na. Nézzük, hogy mit fogunk látni, hogyha bemegyünk. Persze, nyugodtan. Hát, ha meg tudsz mérgezni. Kb. Lófaszt látok, csak mondom. És ez igaz a sebzésemre is. De fejezd már be, hát normális vagy? Jó, meghaltam. Meghalok, mert lő folyamatosan. Picit jobbak az esélyek, hogy látom, hogy hol vagy. Na. Mondtam, hogy meghalsz. És megkaptam a fegyverét, de jó. Olyan nem. Tudom, hogy a szart csinálsz. Az köszi.
Jó, hát igazából itt ez a terület, akkor ennyi, ezt bejártam. Itt végeztem is, úgyhogy megyek kifelé. Ha-ha! Hello! Hó, Jézus úristen. Már csak F-ből megöltem egyébként azt a szart. Menj innen. Nézzek, hallod, és itt tötyög előttem. Na kiégek. Ezzel nem tudok felmenni? Nem, hát. Rip. Persze. Nézd meg. És még öljem meg őt is. Meg még ott is van fenn madár, de jó. De jó fej vagy, játék. Majd megöld a madarat. Figyelj, életet töltök és lelő. De hallod, még ha látnék valamit a tereptárgyaktól, diaznám. Megölöm ezt a szart és a madár fog megölni. Ura. Na, itt bujkál valahol Mr. Szarjankó. Ott van. Ott van bent. Na gyere! Jó, a kurva szádat akkor most már te! Hát annyira gyors, hogy... Tessék, egy ütésre. Megkaptam a fegyverét. Hú de jó. Oké, köszi. És ez itt ennyi? Semmi nincsen. Jó. Ezt add ide. Most megint mehetünk be a madarakhoz, hurrá. Remélem nem tudsz ilyen magasra felugrani. Jó. És akkor most van ez a rész itt. Majd az előbb annyira nagyon díjaztam. És nem hal meg. Érted? Oké, egy megvan. Ha ez is sikerül úgy, ahogy ez társa, akkor király vagyok. Oké, egy király vagyok. Egy kicseszett király. Na nézzük, te honnan a bánatból jöttél?
Kaptam egy teljes armor szettet. Meg is nézem, hogy jobb-e. Nem jobb. Ez van. De legalább ide rakna egy lámpát a játék, mert ez olyan undorító egy rész. Sehol egy lámpás. Habár várjál már, hát itt. Ezt eddig nem láttam. Mondd azt, hogy itt lesz. Végre egy kis reménysugár, hogy haladok valamerre. Na jó. Mi baj ez itt bosszareja? Nem, nem lehet bosszareja, mert itt van ez a genyó. Ezt kérem. Chunk. Ott van valami tárgy, ezt felvesszük. Aha, ott az árnyék. Már le is ugrott, meg fog baszni. Vernyákolj! Kelj már fel. Ne ugorj le. Leugrott? Ő nem nagyon akar leugrani. És az a baj, nem tudom, hogy én meg hova estem le. Jaj, de tu... Bazd meg! Normális vagy? A tököm vagy. És miért estél ide le? Pont a pofámba. Haj már meg. Meg te is. Haj, azt a kurva élet. Jó, lényeg az, hogy találtunk egy lámpát. Azt ad ide. Nézzük, hogy van-e olyan, amit el tudok patintani. Hát, nincs. Úgyhogy most ebből a 31 ezerből vagy bosztölünk, vagy Blood Vial-t veszünk. Az a két lehetőség van. De előtte én ezt a szart megölöm. Itt van summon, úgyhogy itt boss lesz. Hova lett? Akkor Blood Vial-t veszünk. Na. Az a baj, hogy még mindig nem tudom ennek a szarnak itt a nevét. Miért nem írja ki valahova? Nem lehet a státusztán megnézni. Nem. Na mindegy, majd megtalálom. Egyszer úgy is megtalálom. Veszünk Blood Vial-t, aztán megyünk, megnézzük a boss-t, de csak egyszer. Kösz. Jó, és akkor valami Nightmare. Nem. Várja. Nem. Az nem az a Nightmare. Olyan kéne, ami az van írva, hogy Hunter's Nightmare. Nem.
Ez így érdekes. Ezek itt a rituális dolgok. Melyik? Itt a DLC, fogadjunk. Itt hát. Itt a Hunter's Nightmare meg a Church. Na, meg is vagyunk. Jó, hogy ilyen külön rakja. Miért nem tudta a többihez rakni? Csak jobban szét kéne nézni, Pisti. Gratulálok, kösz. Hát remélem, hogy ez a boss ez könnyű lesz. Na. Hajrá, hajrá. Oké. Azaz, te ott szaladjál, csak nyugodtan, nincsen semmi baj. Az ott kopácsol. Hagy kopácsoljon, az évom. Hú, bonyek, de félek. Fúj! Milyen elborult elme talál ki ilyen szörnyeket. Ludwig! Bazd meg. Ez volt a first try, baszki. Hozzá se tudtam érni. Annyira meglepett a neve. Jó. Jó. Ezt ne számoljuk bele. Na gyere, Ludwig. Hála az égnek, legalább ilyen közel van. Lehetne közelebb is, de most na. Jó. Na. Szép volt. Új az anyját. Jó, hogy töltöm az életemet amúgy. Meg beakadtam. Hamad! És megint beakadok a fejébe, érted? Egyszerűen mindegyik boss ilyen tehervonatot játszik.
hamar. De hallod, nem bírok eldodzsolni, mert megindul bazd meg, mint egy tehervonat, azt áthajt rajtam. Megint hamar ugrottam. Nem, egyszerűen nem érzem, hogy mikor kell dodzsolni. De nézd meg, hova ül? Jó, halljál meg. Hova üt az a szar, bazd meg, felugrik és megzavarodik a karakter. Ott van előttem az a gedva, én meg arra ütök. Mi a faszom ez? És úgy, hogy be van targetolva. De tudja geci, hogy hová kell esni. Ennél jobban nem tudom levinni azt a kibaszott életét. A faszom ez a boss már megint. A fél HP-t nem bírtam neki levinni az elmúlt fél órában, 40 perc. Valaki magyarázza el nekem, hogy mi a búbánatos faszomtól függ az, hogy sérülök a gyomra alatt, vagy én nem sérülök. Egyszer a játék úgy gondolja, hogy megkegyelmez, egyszer meg megszopa. Ez valaki magyarázza már el nekem, mert ez annyira unfair bazd meg, hogy nincs egy biztos pont, ahol nem tud megütni. Annyira tudtam, de nem bírom kikerülni. Na ne basz! Ugye nem mondott komolyan basz meg, hogy van még neki másik fész. Még eddig is alig jutottam el. Bazd meg! Most még kard is van nála. Jó, most már egyedül vagyok. Ez mi a náthás faszom volt, bazd meg! Nem, ez a mocsok szar, bazd meg! Én nem vagyok hajlandó megcsinálni, hogy ilyen nincsen, bazd meg, most már tényleg, hogy faszom beleverem az egészbe, jön egy második fél, és van egy baszólag beterítve az egész területet, mert tudtam kikerülni, és ígyta, mert halok full HP-ről. Ez egy geci! Ne lenne ez a lerohanó szarja már tényleg.
2 darab óra. Ezt csettints be. Visszatérünk. És mindjárt mondom, hogy mi történt. Miket vágtam ki. Hú. Szóval. Ludwig. Olyan durván másfél-két órámba került, míg sikerült legyőznöm. A DLC-hez azt mondják, hogy kell 65-ös szint. Én már itt vagyok. 93-om. De úgy 93, hogy 88 körül mentem oda Ludwighoz. Amikor úgy elfogyott a Blood Vial-om, akkor elmentem vissza farmolni. Mindjárt mutatom, hogy hová. Nem megyek el oda, csak megmutatom a helyet. Tehát eljöttem ide farmolni, mert arra lesz majd a játéknak a vége. Illetve hát nem egészen a vége, de arra van egy boss, amit hogyha megölök, akkor onnantól kezdve nincsen visszaút. És hogyha megöltem volna azt a bosst, akkor elvágom magam a DLC-től. Na szóval. Oda visszamentem, és ott van 3 darab nagy kucumalac, ami majdnem 11 000 blood echo-t ad. Meg majdnem 3000 ekót ad ott az a pár mob, ami kint van. Most körülbelül 4 óra 20 perc alatt összefarmoltam annyi ekót, hogy tudtam lépni 5 vagy 6 szintet. 5-öt. Igen, 5 szintet tudtam lépni. A maradékból megvettem Blood Vial-t, amit mutatom, hogy mennyim van most. Mert most már biztosra mentem. Szóval Blood Vial van nálam 206 plusz a 24 a zsebembe. Tehát azt mind megvettem farmból. Tehát, hogyha azokat, amiket én most, hogy is mondjam, Blood Vial-re költöttem, Echo, a szintre beváltottam volna, szerintem egy olyan 10-15 szintet tudtam volna lépni. De így csak 5-öt. Na. Szóval, a DLC-nek megvan az első bossza. Kisebb agyvérzést kaptam tőle, de megvan. Az a helyzet, hogy ebből a 37.950-ből nem fogok tudni szintet lépni, mert olyan 50 valahány ezer kell hozzá. Viszont arra jó, hogy megjavítsam a fegyveremet. És... tudjátok mit? Megmutatom, hogy hogy farmoltam, és akkor abból lépünk szintet. Az lesz a legtutibb. Na. Szóval. A farmom az valahogy így nézett, hogy ide eljöttem. És... megöltem párszor, pár mobot. Körülbelül 40-50 ezer per kör. Majd mindjárt megnézzük. És ezt csináltam az elmúlt... fél órában körülbelül. Tehát itt jobbra kijövök. Őket hármójukat lecsapom. Pepül. Azt sem érdekel, hogyha dob Blood Vial-t, mert most van annyi, hogy szerintem annak elég nekem, hogy legyen a játék végéig. Na, szóval őket, kettőjüket lerassalom. Hoppáré. Nyugodtan, tehát nincs semmi baj, mert Ludwigot már megöltem, te már nem fogsz felcseszni. Jó. Szóval. Ő megvan. Ha esetleg most visszhangzik a téma, az azért van, mert hangfalon vagyok és nem headsetem. De remélem nem nagyon hallatszik bele. Na. Látjátok, 2500-at ad per darab. Az 7500 eddig, meg még az a 3000. Durván, amit az a 3 madárka adott. Meg itt van Mr. Kucumalac. Aki szerintem észre fog venni. Nem, nem vesz észre. A hüvelykújunk felmeg a seggébe. Meghal, és ad nekünk 10.400-at durván, meg Blood Vial-t 4 darabot. Na most, ennek az a szépsége,
hogy itt még van kettő malacka, abból az egyik sikeresen észre is vett, pedig nem akartam, hogy észrevegyen. Na mindegy, az a lényeg, hogy észrevegy. És megölt. Ami nem baj, mert ide fog lekerülni a bladekónk. És itt nem idegesítettem magam, hogyha meghaltam, mert így rohadt jó farmolni, mert nem kell állandóan visszamenni a Hunter's Dreambe. Na most így felkelek, ha, nulla bladekó, semmi gond nincs, ide eljövünk. Őket szépen lecsapjuk, 3075, nagyon jó. Ide szépen eljövünk, őket, kettejüket megint. Jó. Ez most egy picit jobban ment, mint az előbb. És igen, tudom, tisztában vagyok vele, hogy a Ludwigra rávertem alsó hangon 600-at már így a végén. A sima ütéssel. Néztem egyébként már taktikákat, hogy hogyan lehetne megölni könnyen. És a legtöbben azt mondták, hogy hát hívjál segítséget. Nem. És ezek a videók, amiket én láttam, ilyen 250-eket sebzett rá. Mert bármilyen videót néztem, 250-eket sebeztek Ludwigra. Most én meg 600-at. Azért az nem semmi. Na, itt van a Echo. És akkor már is van 80.540. Persze az egyik már is észreves. Nem baj. Meghalt. Most hogyha te rám rassolsz, na pedig miért ne rassolnál rám? Egy kis stamina, egy fa, meg még egy fa, de szerencsére kapta a malacka, és még 10.400 durván. Jó. Ezzel meg is vagyunk. Most van az, hogy vagy tovább megyek, és akkor itt vannak szemben még. Valamikor ott 4-en vagy 5-en vannak, de újra emlik, hogy 5-en, de inkább 6-on, de legyenek 5-en. Tehát azért az is még 5x2500 echo, azért az úgy nem rossz farm itt így a játéknak, ezen a részén. És azt csináltam, hogy amit tudtam echo-t, elléptem szintre. Ami meg megmaradt, abból vettem Blood Vial-t, és így összejött 200 valamennyi, 210-15. Na. Most szépen visszamegyünk a Hunter's Dreambe, és lépünk szintet. És remélem, hogy ez a 101.000 elég lesz arra, hogy kettőt. Jó, szóval, most hogy ezzel meg vagyunk, boldogságban. Megkönnyebbültem, mert ez a boss, ez valami embertelen nehéz volt. Jó, nem tolok, hanem szintlépés. Azt mondja, egy szintet tudok, ez 46, 43, jó. Ezt ad ide 46-ra. És akkor még kell 5000 echo ahhoz, hogy tudjak lépni egy szintet. Na most, mi van akkor, hogyha én valamit eladok 5000 értékben? Mondjuk ezt a fegyvert biztos, hogy nem fogom használni, eladom. Na, DLC fegyver egyébként, nem érdekel. Na, szóval, még egy szint. És ezt a szintet viszont rárakjuk az Endurance-re, hogy hát, ha tudunk majd egy picikét többet ütni. Mindjárt meg is nézzük. 1, 2, 3. Nem, ezzel csak 3-at tudunk ütni. Mindjárt megnézzük a heavy-t. Tehát 1, 2, 3. Csak 3-at tudok ütni még mindig. Semmi baj nincsen, majd fejlesztünk rajta. Megjavítjuk a Ludwigunkat, és megyünk vissza a DLC területre, ami itt van, mert közben már ezt is megtaláltam. Nya! Szóval, azt a mindenit. Hát ezzel a videóval én most nagyon megszenvedtem. Nya! És akkor a The Souls Pisti mondta nekem, hogy ne adjam a játék végére,
a DLC-t, mert nem lesz benne kihívás. Hát, barátom, mi volt ez, ha nem kihívás? Mert ezzel a bosszal rengeteget szenvedtem, és egy másik haver meg azt mondta, hogy nem Ludwig lesz a legkeményebb boss a játékban, és nem is az ending boss, hanem majd egy másik. Akinek a nevét nem mondom meg, mert nem tudom. De az a lényeg, hogy a nehezen még hátra van. Ugye srácok, köszönöm szépen a figyelmet. Holnap találkozunk. Addig is szevasztok.